fürdőszobák kialakításáról már sok esetben volt szó. Most nézzük meg azt, hogy egy, egy fürdőszoba, egy nedves helyiség, hogy készüljön elvi szinten. Tehát ha ez egy fürdőszoba, vagy zuhanyzó, vagy vizes helyiség, akkor annak meg kell oldani a kent szigetelését. Tehát ha van egy kent szigetelés, akkor az a nedvesség, ami itt keletkezik, és kifolyik mondjuk a kádból, az nem tud egy alatta levő szintet áztatni, ami lehetne a mi pince szintünk, vagy mi alsóbb szintünk, illetve egy másik lakói az esetén. Tehát figyeljünk arra, hogy ez a kentszigetelés mindenképpen meglegyen. Ez nem azonos a csempézéssel, a csempézés és a ragasztás és a fugázat az egy külön extra el... felületvédelem ezen, ami járhatunk, ami csúszásmentes és így tovább, de nem az szigetel, hanem az alatta levő kentszigetelés, és erre jön a ragasztó, a labburkolat és a fugázat. És ezt mindannyian meg kell csinálni a teljes fürdőszoba mentén, nem csak a kád alatt, nem csak a kád mögött, nem csak a zuhanyzó mögött, hanem a teljes vizes helyiség esetén. Ami most jelenleg egy fürdőszoba, de még egyszer mondom, lehet ez egy WC, lehet ez egy mosdó, lehet ez egy zuhanyzó, vagy bármi más, ahol nedvesség termelődik, lehet ez egy gépészeti helyiség is, ahol a bojlerek vannak, kazánok vannak, azokból is tud nedvesség távozni. Figyeljünk oda, hogy legyen ennek a helyiségnek egy olyan küszöbje, amire aztán szigetelést újra tudjuk vezetni, hogy a küszöbb profil azt letakarja, tehát hogy legyen esélye a víznek, nem kifolyni a padlón, mert ha itt síkba jövünk, akkor az a víz könnyedén kifolyik, és aztán ott áztatja le a mennyezetet, vagy ott jut ki a szőnyegpadlós vagy parkettás része. Tehát figyeljünk oda, ez egy szigetelt küszöb legyen, tehát ez nagyon fontos. Aztán nagyon fontos, hogy a falban, bármelyik falban is mennek csövek, illetve a padlókban is mennek csövek, ezeket is a szigetelés fölött kell készíteni, és ha valahol áttörjük ezt a szigetelést, ott szigetelt gallérozást kell csinálni, tehát ott figyeljünk oda, hogy hogy a csövek egy átvezetési helyet jelentenek a szigetelésen, tehát ezt nem engedhetjük meg. A szigetelés magasságával, az mindig kérdés, hogy most a zuhanyzó, a zuhanyzó kabin magasságával egyezik, vagy éppen meddig, Hát praktikusan legtöbbször a mennyezetig ezt föl szokták vezetni, de ezen esetleg lehet elgondolkozni, hogy pontosan milyen magasságig vezetjük ezt fel. Nem olyan különösebben drágák ezek a kényszigetelésük, hogy érdemes legyen kihagyni, de az zuhanyzó esetén is legalább ez 2-20-ig történjen meg ez a felvezetési magasság, a maradék részen lehet aztán gondolkozni. Tehát a cső küszöböknél és a teljes felületű szigetelés nagyon fontos ezen vizes helyiségeknél, ami nem csupán a fürdőszoba lehet, hanem ez lehet ez gépészeti helyiség, vagy zuhanyzó, vagy minden olyan helyiség, ahol nedvesség termelődik, úgyhogy ennek egy ilyen elvi kialakítása így nézhet ki.